Sziasztok, Noé vagyok. Ígértem az előző videóban, hogy megtanítom nektek, hogy hogyan is készül az a brush aláírás. Szerintem ezt érdemes a kezdőknek még most így az elején megtanulni, mert így legalább ezt tudjátok használni a jövőben a képeiteken, és nem fogjátok a csúnya, ilyen zöld, olyan narancs, olyan lila színekkel ráírni a neveteket a képeitekre, esetleg egy kék képre, mit tudom én, hupililával. Tehát ezt most gyorsan megtanuljuk. Nagyon egyszerű, veszünk egy kisebb lapot, egy új lapot, egy 200x100-as lap bőven elég. Megnyitom. Itt a Materials-nál kiválasztok két színt, méghozzá mind a kettő fekete lesz. Ez is fekete lesz. Így. Rákattintok az alvetőre. Nagyon lassan tölti be még mindig nekem a betűket. És ide szépen belekattintok. És látod, a múltkor megtanultuk azt, hogy visszajön, hogyha itt be van pipálva, visszajött az aranyszín, meg a szövegem is. De én nekem most nem ez kell, úgyhogy szépen gyorsan a feketére vissza is kattintok. Fekete. Fekete. Gyorsan kiválasztom, mi ki van jelölve, és közben odaírom, hogy Noé, mert ugye engem így hívnak, kijelölöm, és egy kisebb betű elég, egy 10-es bőven elég, szerintem, csak ez most nagyon pici, de igazából elég ekkora betű, tehát 10, 10-es vagy maximum 12-es. Most a ti kedvetekért nagyobbra veszem, hogy lássa mindenki. És itt pedig kiválasztok egy betű formát. Méghozzá az, hogy nem jó az. Jó, ezt a betű formát. És ez így jó is lesz. Figyeljetek arra, ha ékezet van a nevetekben, hogy Mária, A betű, akkor látszódjon az ékezet a neveteken. Itt rákattintok, hogy Apply. Most csak azért nagyítom ki, hogy lássa mindenki, hogy valóban ott van, hogy Noé, mert nagyon rosszul látszik, de se baj, tehát ott van a nevem. Most fogom magam, és rákattintok erre a brushra, Paint brushra. Ott bejön ugye az előző nevem, de ez nem ez a lényeg, hanem az, hogy hogy mentjük ezt el ide. Itt kiválasztod ezt a Create a Brush Tip From szelekciót, rákattintasz. Itt pedig el fogod nevezni ezt a nevedet. Mondjuk Noé próbának én elnevezem. Noé próba, majd aztán én kitörlöm, csak azért, hogy lássátok, hogy hogy kell. Tehát el kell nevezni a neveteket, nyugodtan, mit tudom én, logom, vagy akármit írjatok ide. Leokézod, és már is benne lesz. Most már csak lenyitod, és én megkeresem ezt a Noé próbát. Itt van, látod? Itt van, leokézom. És hogy lásd, hogy mennyire hasznos ez a dolog, nyitok egy új lapot. Itt van az új lapom. Választok egy bármilyen színt. Mondjuk legyen valami nagyon élénket kellene. Azt hiszem narancs szín az nagyon jó lesz. Kiválasztom ezt a narancs színt, és ide szépen bele tudom kattogtatni a nevem. Tehát ezzel már tudok nevet írni a képre. Most kinagyítom, hogy látható legyen. Jó? Tehát így már tudok, válthatok színt közben, mondjuk lehet ez ilyen szép zöld is, akármilyen. A lényeg az, hogy a képből válasz ki színt, ha sötét a képed, a képnek egy világosabb színét, ha világos a képed, akkor egy sötétebb színét, és abban írd rá neved a képed, de ezzel ezt már meg is tanultuk, tehát így tudod elmenteni ezt a kis brush aláírást saját magadnak. Köszönöm a figyelmeteket. Ennyi volt ez a kis lecke.